Autópálya karbantartás, országszerte közel 540 km gyorsforgalmi út újul meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében jelenleg Nagykálló térségében zajlanak a munkák. Jól teljesítenek az iskolaőrök, szakmai fórumon értékelte az elmúlt időszakot a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. Munkában a Spari, szombaton a szlovákiai Mihalovcét fogadja az NB1 újonca, majd vasárnap ausztriai edzőtáborba utazik a csapat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében jelenleg Nagykálló térségében zajlanak útfelújítási munkák, de a következő hetekben és hónapokban más szakaszokon is fognak dolgozni a szakemberek. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 2023 és 2025 között országosan mintegy 538 km gyorsforgalmi út újul meg. A munkák során nem csak az út felső rétegét javítják, hanem ha a műszaki mérések és paraméterek indokolják, akkor mélységében is hozzányúlnak az úthoz. Egy nemzetközi felmérés szerint, ha valaki egy hosszú távú vezetést megelőző 24 órában 5 óránál kevesebbet alszik, olyan mértékben romlanak a reflexei és olyan tüneteket produkál, mintha megivott volna 2 korsó sört. A reakcióidő meghosszabbodik és csőlátás alakul ki. A megfelelő alvás mellett a kreszt betartása is fontos, hogy autópályán elkerüljük a baleseteket. Ilyen a követési távolság tartása. 130 km per óránál 70-75 méter a biztonságos követési távolság, hogy meg tudjunk állni, ha kell. Például, ha észrevesszük, hogy felújítási munka zajlik az autópályán. 2022. szeptemberében közel 1300 km út fenntartását vette át a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Tavaly pedig elkezdődött Magyarország eddigi legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása, ami azt jelenti, hogy 2023 és 2025 között 538 kilométeren teszik rendbe az utakat. Ez az országos hálózat 43%-a. Az M3-as az egyik olyan pályánk, amelyik egyrészt nagyon terhelt, másrészt amelyiken nagyon sokat dolgozunk. Előttem vannak a tavalyi adatok. Tavaly az M3-as esetében több mint 1 millió négyzetméteren cseréltük a tönkrement burkolatot új aszfaltra, és az idei évben 1 millió 700 ezer négyzetméteren tervezzük az M3-ason a burkolat cserét. Ha az M3-asról beszélünk, akkor ugye nagyon sokan lehetnek, akik Szabolcs megyét, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét Budapest irányából közelítik meg. Az ő számukra egy fontos információ az, hogy az M3-asnak a, hát mi bevezetőnek mondjuk a budapesti része, ami még hozzánk tartozik, ott jelen pillanatban is zajlanak a felújítások. Ez azt jelenti, hogy ott 3 forgalmi sáv van plusz egy üzemi leálló sáv, tehát oldalanként 4-4 sávról beszélünk. Ezt teljes egészében megújítjuk, nagyjából 140 ezer négyzetméteren, és ezeknek a munkáknak a vége június 30-a. Tehát, hogyha valaki majd érkezik az M3-ason Budapestre, vagy az M3-ason hazafelé tartan a Szabolcs megyébe, és az M3-ason keresztül szeretne lejutni, akkor június 30-a után már nem kell számítania a bevezető szakaszon a munkákra. De nem csak Budapesten zajlanak felújítási és karbantartási munkák. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nagykálló térségében van egy rövid szakasz, ahol július 5-éig dolgoznak a Budapest és a határ felé tartó oldalon egyaránt. Sokan nem tudják, de a munkák ütemezésénél tekintettel kell lenni a nemzeti ünnepekre és az országos jelentőségű eseményekre. A Forma 1 és az augusztus 20-ai ünnep körüli időszakban például nem lehetnek munkák. Hasonló elvek alapján ütemezik a következő időszak munkáit is. Lesz az országhatár felé tartó oldalon a Nyíregyháza déli csomópont után június 27-e és július 10-e között egy munkavégzésünk. Lesz Nyíregyháza kelet csomópontjában egy zárásunk az országhatár felé tartó oldalon július 11-e és augusztus 16-a között. Ez egyébként még tervezés alatt van, tehát itt a dátumok változhatnak. 2 munka lesz még az M3-ason abban a megyében, Görbeházánál az országhatár felé tartó oldalon augusztus 21-e után kezdünk el dolgozni. Itt az M3-as, M35-ös elválásáról beszélünk, ott a munkát a kollégáim szeptember 10-ig befejezik, és van még egy negyedik munka is, ami még előttünk áll az M3-ason, az Nyíregyháza kelet csomópont környéke a Budapest felé tartó oldal. Itt is augusztus 21-e és szeptember 4-e között fogunk dolgozni, tehát az augusztus 20-ai nemzeti ünnep után.
Vármegyénkben 27 kilométernyi út újul meg az M3-ason, és ez nem csak a felső kopó réteg cseréjét jelenti. A szakemberek felmarják a felső néhány centit, és megnézik, hogy az alatta lévő kötőréteg sérült-e. Ha igen, tovább marnak, és az alapsérüléseit is vizsgálják. Addig marnak, amíg nem találnak olyan réteget, amelyhez már nem kell hozzányúlni. Vagyis nem csak az út felső rétegét javítják, hanem ha a műszaki mérések és paraméterek indokolják, akkor mélységében is hozzányúlnak az úthoz. Az mkif.hu oldalon rendszeresen közzéteszik a következő heti útfelújításokat. 3,5 éve indult az iskolaőr program a hazai nevelési és oktatási intézményekben, legalábbis azokban, ahol az intézményvezető igényt tart a szolgálat ellátásra. Az ORFK adatai szerint leginkább Borsodabaú-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén igénylik az iskolaőrséget. Jelenleg országszerte 803, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 68 intézmény vesz részt a programban. Az elmúlt tanévben 20 alkalommal volt szükség az iskolaőr intézkedésére. A 2020-2021-es tanévtől találkozhatunk országszerte, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is iskolaőrökkel a köznevelési és szakképzési intézményekben. A rendszer bevezetésének célja az volt, hogy a prevenció eszközeivel tartsa fenn a rendet az adott iskolában. A legutóbbi tanév azt igazolta, hogy szükség van az iskolaőrök munkájára, és sikeres a rendszer. Erről is szó volt a Nyíregyházán megrendezett szakmai fórumon. 68 intézmény ezt a programmal részt az idei tanévtől, vagy a tavalyi tanévtől. Jelenleg 67-en vagyunk egyébként iskolaőrökkel, úgy 67 iskolaőr teljesít szolgálatot. Egy igazából komplex feladat az övék, hiszen egyrészt a prevenció eszközeivel kell fellépni, tehát meg kell előzni, a megelőzésen van a hangsúly, de ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy 20 intézkedés volt, amit fogalmatosítottak a tanév során. Ez egyébként egy komoly növekmény, hiszen a tavalyi tanévben 6 volt összesen. Igaz, hogy 33 új intézmény csatlakozott a programhoz, de ez azt jelenti, hogy aktívak az iskolaőrök, nyilván közbelépnek, hogyha kell. Ez lehet iskolaőr intézkedés, de lehet olyan intézkedés is, hogy mondjuk például mentőt hívtak az adott gyermekhez, mert olyan probléma merült fel. Szóval ez egy összetett, összehangolt munkát igénylő tevékenység. Az iskolaőr intézkedési jogosultsága azonban csak a nevelési oktatási intézmény területére terjed ki tanítási időben. A kényszerítő eszközök közül kizárólag testi kényszer, vegyi eszköz, rendőrbot és bilincs használatára jogosult meghatározott esetekben. Bár elsődleges cél, hogy megfelelő kommunikációval biztosítsa a tanulók és az intézmény dolgozóinak biztonságát, az azt sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza. Átesnek egy képzésen, amivel próbálja kihozni a legtöbbet belőle, de nyilván a legtöbbet majd az iskolában tanulják, ezt el kell ismerni. Mindenképpen jó kommunikációs készséggel kell rendelkezni. Nyilván kell egy bizonyos szakmai tudás, amivel fel kell, hogy vértezve legyen, hogy mikor mit intézkedjen, mit tegyen. Illetve hát kell egyfajta tolerancia és türelem a diákok, a gyermekek, a pedagógusok, az intézmény vezetése felé. Kicsit el is kell adni magát tulajdonképpen az iskolába, de azt gondolom, hogy ez nem jelent problémát az őreink számára. Az iskola fenntartó kezdeményezésére érkezhet az adott intézménybe iskolaőr. Ezért van az, hogy nem minden oktatási intézményben találkozhatnak a gyerekek iskolaőrrel. Országszerte elkezdődött az aratás, így a közutakon is megnőtt a mezőgazdasági nagy gépek száma. Az Agrárminisztérium egy videóval hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. Zajlik az aratás, figyeljünk az utakon! Éppen emiatt nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek, ami fokozott figyelmet követel minden járművezetőtől. A balesetek elkerülése és a biztonságos közlekedés érdekében tanúsítsunk fokozott türelmet a kombájnokkal, traktorokkal, szállítójárművekkel szemben, és ezeket észlelve óvatosabban közlekedjünk. A nagyobb sebességgel haladó járművek vezetői így csak akkor kezdjenek előzésbe, ha a manőver biztonságosan kivitelezhető, és a befejezéséhez szükséges útszakasz jól belátható. A nagyméretű gépeket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel érdemes megközelíteni, felkészülve az esetleges irányváltoztatásra. Arra számíthatunk, hogy az időjárás következtében a nyári betakarítási munkálatok a szokásosnál sokkal előbb befejeződhetnek. Fontos azonban, hogy a földekről a termények minél hamarabb érjék el a célállomásaikat. Az eredményes aratás, illetve a gazdák szorgalma és kitartása mind-mind hozzájárulnak hazánk biztonságos élelmiszerellátásához, amiért nem lehetünk elég hálásak az ágazat szereplőinek. Vigyázzunk egymásra az utakon, közlekedjünk felelősségteljesen.
Egyedülálló érzékenyítő program indult Nyíregyházán, Mond, akarsz-e játszótársam lenni címmel. A különlegessége a több hónapon át tartó rendezvénynek, hogy nem csak előadások várják az érdeklődőket, hanem nagyon sok eszközt ki is lehet próbálni. A program célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az épp és fogyatékkal élő fiatalokat. Megtelt az Esélycentrum előadóterme épp és fogyatékkal élő fiatalokkal és idősebbekkel. Speciális, több hónapon át tartó érzékenyítő programsorozat vette kezdetét Nyíregyházán. A nyitó rendezvényen elhangzott, meg kell ismerni a sérült emberek hétköznapi életvitelét, mert bár sokszor az emberekben megvan a jó szándék, nem tudják, hogyan kell jól segíteni, például egy látássérültnek. Benne van az emberekben az akarat, csak ugye nem mindegy, hogy segítünk. Hogy most én megfogom a kezét és elindulok vele, vagy éppen ő karol belém, és fogja érezni már a kar mozdulatomból, illetve a testem apró mozzanatából, hogy én jobbra fogok menni, balra kikerülünk valamit, szűkebb helyen történik a átvezetése, tehát minden ilyesmit ő fog érezni ebből a dologból. Külön csoportokban foglalkoznak majd a látás, mozgás és hallás sérültséggel. A tervek szerint pedig később az autizmusról is szó lesz. A nyitó rendezvényen nem csak előadásokat tartottak az érintettek, utána egy érzékenyítő feladatsor is várta az érdeklődőket. A nap során a kerekesszékes kosárlabdázást is kipróbálhatták a résztvevők. A szakemberek szerint a felgyorsult világ miatt egyre nagyobb szükség van az ehhez hasonló érzékenyítő programokra. Egyre korábban kell a korosztály szempontjából ezt megkezdeni, mert hogy azért pláne kisebb településeken tapasztaljuk, ahol mondjuk esetleg kevesebb a fogyatékkal élő, hogy úgy el is vannak kicsit bújtatva. És azért mikor a gyerekek bekerülnek egy olyan közösségbe, hogy nem tudják hova tenni ezt a dolgot, és ezért fontos, és ezt tűztük ki célul, hogy minél inkább megismertesse az Egyesület, hogy igenis vannak közöttünk, teljes életet élnek a fogyatékkal élő emberek, és igazából azt tanuljuk meg, hogy tudjuk őket jól segíteni. A Mond, akarsz-e a játszótársam lenni című rendezvény sorozat a következő hónapokban még számos érdekes és hasznos előadást tartogat, szeptemberben pedig egy zenés táncos Ki mit tuddal zárul a program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a fiatal férfival szemben, aki baltával ölte meg szállásadóját. A sértett egyedül élt Nyírmihájdiban egy családi házban, ahová befogadott egy nőt, akivel együtt beköltözött a 19 éves fia és annak 14 éves élettársa. 2022. június 29-én éjszaka a fiú magához vett egy kis baltát, és azzal rátörte az ajtót a szállásadójára. A sértett a zajra felébredt, ekkor a fiatal a baltával és puszta kézzel ütlegelni kezdte. A férfi megpróbált védekezni, de eszméletét veszítette. A támadó ekkor magához vette a sértett gépjárművének indítókulcsát, személyes iratait, 157 ezer forintot és egy telefont, majd magára hagyta a súlyos sérültet. A lakóház udvarán parkoló gépkocsit elkötötte, azonban ittassága és gyakorlatlansága miatt nekihajtott egy fémoszlopnak, és egy bokros területre csapódott, ahol felgyújtotta az autót. Hajnali 5 óra körül az égő autó miatt a lakók értesítették a rendőrséget, akik megtalálták az ágyon eszméletlenül fekvő, erősen vérző sértettet. Azonnal kórházba szállították, de a kórházi ellátás ellenére néhány hét múlva elhalálozott. A főügyészség a fiatal felnőttet nyereségvágyból elkövetett emberölés büntettével, magánlaksértéssel, jármű önkéntes elvételével, ittas vezetéssel, rongálással és okirattal visszaéléssel vádolja. Tettéért beismerés esetén 22 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. Csütörtöktől vasárnapig ismét röplabdáznak Nyíregyháza belvárosában. A 10. Hübner amatőr strandröplabda versenyre több mint 30 csapat nevezett. A négynapos rendezvényt esti gálamérkőzések és egyéb kísérő programok is színesítik. Szomba délután kiderül ilyen 5-6 óra magasságában, hogy kinyeri majd meg a pénzdíjas verseny első helyezetnek járó 400 ezer forintot, de a második és a harmadik is sem szomorkodhat, mert ott 3, illetve 200 ezer forint pénzdíj kerül majd kiosztásra a Hübner jóvoltából. Ezen kívül lesznek gálamérkőzések lesznek csütörtökön, pénteken, illetve szombaton. Csütörtökön a városi cégek,
pénteken a sportolók, szombaton pedig a multicégek versenye zajlik majd. Vasárnapra szerveztünk egy nagyon nagy sportnapot. A Hübner és Nyíregyháza város közösen úgy döntött, hogy ha már letettük a védjegyünket a sport mellett, akkor a vasárnapi nap az teljes mértékben a sportról szóljon. Különböző aktivitások lesznek, amelyen majd részt lehet venni. A gyerekeknek lesz egy fergeteges gyerekkoncert 10:30-tól, illetve lesz egy különleges momentuma ennek a négy napnak, a péntek este, amikor is a sportolók mérkőzését követően egy óriási buli hangulat kezdődik majd el, és mindenki számára adva van a lehetőség, hogy a homokban, mintha mondjuk lent lennénk a Copacabanán, vagy bárhol, bármelyik tengerparton, bulizzunk egy hatalmasat. A felkészülés második hetében jár a Nyíregyháza Spartacus. Timár Krisztián együttese első edzőmeccsén 5-1-re verte a Cigándot. A spari szombaton a szlovákiai Mihalovcét fogadja örökösföldön, majd vasárnap ausztriai edzőtáborba utazik a csapat. Kedden azt is bejelentették, hogy Török László lett az NB3-ban induló Nyíregyháza Spartacus 2 vezetőedzője. Bár az időjárás inkább a strandra csalogat, a nyíregyházi játékosok a régi volánpályán izzadnak Timár Krisztián irányításával. A vezetőedző élő szerződését a hét elején hosszabbította meg egy évvel 2026-ig a klub. Nincs már a játékosok között Vas Patrik és Sigér Ákos, ott van viszont a legutóbb Kazincbarcikán védő kapus Tóth Balázs és a Gyirmótról érkező középpályás Kovács Milán. Még érkezhetnek új futballisták, de a keretet alkotó játékosok többségével második nyári felkészülését kezdte el a szakember. Jóval több játékost már jól ismerek, ugye szinte a keretnek a nagy része az együtt maradt, együtt kezdtük el a felkészülést, és nyilván ez egy helyzeti előny, sokkal jobb állapotban vannak a játékosok, mint egy éve ilyenkor, és tényleg egy előre haladott a munkát tudunk végezni. Tavaly is nagyon jó erőben volt a csapat, azt gondolom, hogy hasonló munkát kell végeznünk, nyilván, ahogy mondtam, most már talán egyel másabb fajta terhelést tudunk nekik adni, hamarabb, ott azért óvatosabbak voltunk még, mert úgy éreztem, hogy aluledzett volt a társaság, de most szerencsére jó erőben vannak, és tényleg tudjuk végezni azt a felkészülést, amit szeretnénk, és az első heti munka az kifejezetten jó zajlott. Nyilván szeretnénk erősíteni, meg folyamatban van, hogy lesznek erősítések, de ugye ezt megmondtuk, hogy szeretnénk, hogyha a magyar mag ez itt együtt maradna. Elégedettek vagyunk ugye a csapatnak a kialakult játékával, a játékosoknak a teljesítményével, hozzáállásával, és ezért azt gondolom, hogy olyan nagy keret átalakításra nincs szükség. Gengeliszki Gergővel a napokban hosszabbított 1+1 évre a spari. A védő szerint is jó állapotban, jó hangulatban készülnek az élvonalra. Nem nagyon titkoltam, hogy én hosszabb távon tervezek itt Nyíregyházán, akár a magánéletemben is, úgyhogy nagyon örültem, hogy bíznak bennem, és továbbra is számítanak rám itt a klubnál. Nagyon jó hangulatban tértünk vissza, szerintem már mindenki várta, hogy újra együtt legyünk. Azért belecsaptunk a közepébe, ugyan a házi feladatot kaptunk otthonra, de ugye az egy jó alapot ad, de ugye itt bekerülnek a kontaktok és a labda is, tehát ez teljesen más erőt igényel, de úgy gondolom, hogy mindenki jó alapotba tért vissza. A spari a hétvégéig készül hazai környezetben, majd közel 2 hetes edzőtáborba utazik a csapat. Hétvégén ugye játszunk a Mihálovcével, utána pedig vasárnap elutazik a csapat egy 12 napra edzőtáborba Ausztriába, és ott 3 mérkőzést fogunk játszani. Ugye első osztályú csapatok ellen játszunk egy szerb első osztályú csapat ellen a Napradek, azt hiszem, ha jól ejtem ki a nevét, szerb első osztályú csapat, a Riekával és az Eszékkel fogunk játszani kint, és a Rieka ellen egy ilyen hosszított mérkőzést játszunk, ami nem több mint 90 perc, és akkor ott mindenki kap megfelelő játékterhelést. Az edzőtábort követően a bajnoki rajtig még egy meccs vár a nyíregyháziakra, július 20-án hazai környezetben a Békés Csaba ellen tartják a főpróbát Gengelickiék. A nyitófordulóban a július 27-i hétvégén a Győr érkezik az új városi stadionba. A hét elején azt is bejelentették, hogy az NB3-ban induló Spari 2 vezetőedzője a korábban többek között Kisvárdán is dolgozó Török László lett, akinek munkáját Szatke Zoltán segíti. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, de már csak röviden.
2023 és 2025 között országosan 538 km gyorsforgalmi út újul meg, tájékoztatta híradónkat a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A munkák ütemezésénél figyelembe kell venni a nemzeti ünnepeket és az országos jelentőségű eseményeket. Ezek ideje alatt nem végeznek munkát az autópályákon a szakemberek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében jelenleg Nagy Kálló térségében zajlanak felújítási munkák, de a következő hetekben és hónapokban más szakaszokon is fognak dolgozni. Az előző tanévben 20 alkalommal kellett intézkedniük az iskolaőröknek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Jelenleg több mint 60 iskolaőr teljesít szolgálatot 68 oktatási intézményben. Az elsődleges cél, hogy jó kommunikációval megelőzzék a biztonságot veszélyeztető cselekményeket, ám ha szükséges, kényszerítő eszközöket is alkalmazhatnak. Első edzőmeccsén a Cigánd ellen 5-1-re győzött az NB1-es bajnokságra készülő Nyíregyháza Spartacus. A Spari szombaton a szlovákiai Mihalovcét fogadja örökös földön, majd vasárnap ausztriai edzőtáborba utazik a csapat. Kedden az is kiderült, hogy Török László lett az NB3-ban induló Nyíregyháza Spartacus 2 vezető edzője. Június 26-án szerdán önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtökön is várjuk majd természetesen friss hírekkel önöket. Addig is látogassanak el a weboldalunkra, folyamatosan frissítjük ott a tartalmat. Én kollégáim nevében is szép estét, jó pihenést kívánok, viszontlátásra! Csütörtökön továbbra is erőteljes marad a gomoly felhőképződés, ismét több felé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, felhőszakadás, jégeső és viharos széllök is kíséretében. A zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, napközben 24-27 fokot mérhetünk.